madár, repülj, hova széli fogad. Madár, repülj, hova szív simogad. Madár, fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Kinek léte az élet, minek kérte, hogy éljek, talán elveszi mindazt, mit rám mértek az évek. Aztán elmentél mégis veled, veletnék én is, hogy ne legyen ez más, mint egy múló hipotézis. Dörgött az ég veled, az eső lágpuha rejteket át. Ismerted, mindenem jó volt így nélküled, minden hang fát. Madár, repülj, hova szél hívogat. Madár, repülj, hol a szív simogat. Madár, fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Nyílott virág, ez év tavaszán, súgta felém, hogy elmélj igazán. Találj hazád, csabálat lepereg, ha már veled nem lehetek. Volt a mezőn egy kis madár, úgy táncolt, hogy szemembe köszökött, s le most a bánat. Mert úgy nézett rám, mintha nagy fiát vigyázná, és aztán megpihent államon. Jön az eső, távolról énekel, tova repült, mi lesz az élettel? Megpihen és rád vár, menj el már szállj! Madár, repülj, hova szél hívogat. Madár, repülj, hol a szív simogat. És Gergő után itt is van velünk Gergő, csak most már velünk Szekér Gergő van, szervusz, üdvözöllek nálunk. Most láttuk ugye a klippet. Igen. De még mielőtt beszélgetnénk a klipről, engem nagyon megfogott a dal, mert hogy nekem egy ilyen népdal hatást keltett legalábbis az eleje, aztán van benne egy rebetét, ami nagyon 21. századi, és utána meg ugye megint visszakanyarodunk ehhez a népdal témához, hogy nagyon szerettél volna, hogy legyen benne egy ilyen népdal elem a dalba? Én pont ezért, ez egyébként az egész, tehát ugye maga a refrén az, ami egy nagyon népdalos motívum, és pont azért, mert nagyon sok barátom, sőt többek közt én is kicsit tudatlan voltam ugye népzenében, pedig szerintem fontos az, hogy az ember ismeri a saját kultúráját, itt nagyon sok mindenre rá tud jönni a saját hibáira, attól, hogy mit örökölt, meg mit nem. És pont ezért volt fontos, hogy a mai fiataloknak, meg az én generációmnak tudjak valamit mutatni, és egy kicsit ösztönözni tudjam őket, hogy egyébként egy népdal nem csak arról szól, hogy a csítári hegyek alatt, és kórusban énekeljük, hanem hogy ez lehet-e modern is, meg hogy lehet ez hallgathatóbb a mai füllel is. Komoly viták vannak arról, hogy miről, pontosan meg kiről szól a dal, vagy hogy mi is lehet-e. Én még végighallgattam a dalt, és én nem éreztem ezt annyira szomorúnak, mint ahogy előtte nekem azt mondták, hogy ez egy szomorú dal lesz. Inkább azt gondoltam, hogy ez egy életigenlő dal. Valóban, mert én magam sem vagyok szomorú, tehát hogy ugye... Nem is tűzisz annak. Hát ez az, hál' Istennek. Hogy sokan mondják ugye, hogy anyukám, és tényleg benne van egyébként anyukámnak a tragédiája ebben a történetben, mert hogy az egész életemet végigkísért, ezt nem lehet el csak így föld alá temetni, de hogy az a lényeg, hogy ezt el kell engedni, az embert nagyon sok mindenkit visszahúz a múltja. És többek közt engem is egyébként nagyon sokáig voltam depis egy kicsit, hogy sok minden nem sikerül, meg anyagilag sem úgy áll az ember, ahogy szeretne. Mm. És aztán rájön, hogy egyébként ezeket a dolgokat, amik így a múltjában vannak, el kell engedni, mert különben nem tudok, nem hogy a jövőre nem tudok tekinteni, jelenben sem tudok lenni, hát akkor hogy várom el magamtól, hogy bármit tervezek a jövőre. Tehát akkor azt mondhatjuk azt, hogy ez egy abszolút pozitív dal arra, így, hogy lépj tovább, és ne a múltba éljél, hanem nézd, hogy mit tartogat számodra a jövő, ami valami fantasztikusan jó lesz. Hát, és számodra mit tartogat a jövő? Ezt most azért kérdezem, hogy ezért téged ismerhetünk reklámból, filmből, színházból, és most ez az első dalod. Már nem úgy, hogy az első dal, amit írtál, hanem az első dal, amivel versenyezni fogsz. Igen. Hát nem tudom, sokan kérdik egyébként, hogy lehet, hogy nem sokára válaszút elé kerülök, és hogy választanom kell a színészet és a zene, vagy a reklámok és a film és a színház film között. És egyelőre még nem érzem, hogy nekem annyira választanom kellene. Én nagyon sok mindenben érzem otthon magam, meg olyan dolgokban is, amit
dolgok jön, tehát hogy egyszer csak bejött a szinkron az életem, és akkor elkezdtem szinkronizálni, és megtetszett. És nem nagyon tudom ezeket a dolgokat megunni. Tehát amikor majd eljön az az idő, mit tudom én, 5-6 év múlva, vagy lehet, hogy már jövőre, hogy nekem döntenem kell, akkor biztos, hogy fogok. Lehet, hogy 6-7 múlva kell döntened, megnyered a dal. Hát megnyered a dal. Az valóban durva lenne. Ugye? Hát akkor lehet, hogy az erre mellett döntenék, de a színészetet akkor se dobnám a sútba. Tehát ha mit tudom, valaki felkeres, azt mondja, hogy milyen jó kis arc van. Jó, hát akkor visszaszaladnál egy-egy kegyszerre. Persze. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nyugodtan szólhatunk a nézőknek, hogyha nem szeretnék, hogy profi színész legyen belőled, akkor szavazzanak rá, és akkor tudja, hogy énekes leszel. Így, igen. Na, tessék, szerintem ki melyiket szeretné, ti választhatom. Egyébként ez az első magyar nyelvű dalod. Tehát, hogyha most már első dal, maradjunk az elsőknél, ezzel miért érezted fontosnak, hogy most például magyar nyelvű dallal jelentkezzél? Először is a történet annyi, hogy én soha nem írtam magyar dalt, mert nem tudtam. Mert hogy a magyar, az angolban nem lenézően mondom, hanem az, hogy az angolban egy picit könnyebb megfogalmazni a dolgokat, mert ott kevésbé klisések, meg kevésbé elhasználtak azokat, hogy folyamatosan használják azokat a közhelyeket, amiket éppen használnak, és ez nem válik annyira klisésé, mint a magyarban. Itt nagyon vigyázni kell. Kevesebben értik, tudom. Hát, igen, egyébként így is meg lehet fogalmazni. És aztán egyszer csak jött a Madárepi, tehát így a dallam és a szöveg együtt jött, mert pont egy népdalt hallgattunk benne a lakótársnőmmel, és annyira megtetszett, hogy mondtam, akkor nekem magyarul kell írnom. Csak hát ahhoz egy olyan történet, meg egy olyan belsőséges dolog kell, ami csak én vagyok. És akkor tudom jól megfogalmazni, és ez valahogy valamiért sikerült. Megtaláltad. Igen. Megtaláltad a történetet, igen, amit magyarul is el tudsz énekelni. És ez nagyon tetszik. Viszont ha már itt tartunk, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy egyre nem tudtam rájönni a klipet nézve, hogy mit táncolnak a táncosok el, vagy egyáltalán el akarnak ők valamit táncolni, vagy csak... Ők tulajdonképpen a történetet, csak ugye egy kicsit úgy van összevágva, hogy ez annyira nem jön. Ja, akkor nem én vagyok a tök. Ez így van, okay. Sőt. Köszi szépen. Én vagyok az, és... Nem, egyébként tényleg nagyon fantasztikus volt a tánc, meg majd nagyon jó is lesz, ezt majd mindig akartam rákérdezni, hogy milyen kulisszatitkot árulsz majd el a produkcióról. Igen, mert hogy lesz ebben is. Tehát ők a történetet táncolják el, a magát az elengedésnek, meg az én történetemnek így a kapcsolatát. És akkor ezek szerint ők jönnek veled az élő showba is? Nem ők, de jönnek mások. Kik jönnek? Azt nem mondtam. Ne, valamit mondjam. Még nem mondtam. Több táncos jön? Kettő. Tehát akkor ugyan, kettő. Ugye egy lány eset, tehát a felállás az hasonló. Oké. Okay. Ezt a dalt egyébként nem hallhattuk tőled az akusztikban. Nem. Igen. Igen. Vagy fogjuk majd pontosabban hallani. Hobi, ez így tesztelgeted? Tehát, hogy ezek szerint így viszed magaddal most mindenhova, és nézed, hogy teszik hát, az embereknek? Egyrészt, hogy reagálnak rá, másrészt meg az, hogy én magam hogy reagálok a történetre, meg az egész darra, hogyha eléneklem ilyen hangszereléssel, eléneklem az eredetivel, tehát ennek volt egyébként egy előző hangszerelése, ami egy picit rokkosabb volt, úgy próbáltam megközelíteni a mostaniakat, de talán ez a kicsit hip-hoposabb stílus lehet, hogy közelebb áll hozzájuk. Szóval persze én próbálgatom saját magamat, tehát én még nem vagyok 23 éves, vagyok a tojáshely a fenekemben, szóval... Te kölyök! Na jó, hát akkor és ennyi az idő, és még föl vagy. Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon fogunk neked szurkolni, mindenkinek ajánlom, aki szeretné, hogy Gergőből énekes legyen, az szavazzon rá. Aki azt szeretné, hogy színész, az pedig csak nézze, szórakozzon, és ne szavazzon rá. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.